Műsorunk támogatója a Csokimax Magyarország Kft. A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés. Rally Café magazin támogató partnere a Tahográf Control Kft. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Ez egy gyors volt, ahol ennyire ő kinevestett. Nem tudok másképp fogalmazni. Egyszerűen el sem hiszem még tényleg. 5 hetes szünetet követően október 10 és 11-e között a Taxi 4 vértes rallival folytatódott a Rally 1 bajnokság. A Fejér megyei verseny az elmúlt évekhez képest új központtal, méghozzá Móri székhelyjel került lebonyolításra. Oroszlány, Csákberény és Nagyveleg. Három gyorsasági szakasz, három körben vasárnap, plusz Oroszlány negyedszer, méghozzá Power Stage-ként. A futam első napján a pályabejárás mellett a hivatalos átvételekre került sor, így amíg a csapatok a másnapi derbire készültek, addig volt időnk kicsit jobban körülnézni a szervizparkban. Hadik András és Kertész Krisztián két héttel a vértes rali előtt rajthoz állt a Jókóbányai Rali 3-as futamon, hogy teszteljenek. De a gyakorlásnak hatalmas esés lett a vége, ami veszélybe sodorta az indulásukat a negyedik állomáson. Igen, nagyon büszke vagyok. Igazából 7 nap alatt sikerült a semmiből egy új autót építeni, úgyhogy szerintem fantasztikus teljesítmény. Mindenki ott segített, ahol tudott, úgyhogy azt gondolom, hogy remélem, hogy tökéletes munkát végzett mindenki, és majd meglátjuk a hétvégén, hogy ez mire volt elég, de tényleg büszke vagyok minden. Meg szerintem itt mindenki büszke most magára, úgyhogy én azt gondolom, hogy tökéletesen elégedettek lehetünk mindannyian. Akár a Rally EB-n, úgy a hazai bajnokságban is van gumiszabály, ami pontosan meghatározza, hogy egy futamon mennyi abroncsot használhatnak fel a különböző kategóriák résztvevői. A Rally 1-be, ORB-be, illetve ORC-be az összkerekes autók esetében 14 darab a maximum felhasználható a gumimennyiség, míg a ORC kétkerék meghajtású autók és a Rally 2-ben 10 darab. Van egy különlegességünk, hogy a Peugeot Kupa, ahol ORB-s autók összesen kétkerekes, ugye Peugeot 208 R2-ről beszélünk, 10 darab helyett 8 darab gumiabroncsból kell, hogy gazdálkodjanak, illetve ennyiből kell, hogy tudják megoldani az egész versenytávot. 18-szoros abroncsik esetében van 4-féle száraz felületre ajánlott keverékünk. Van egy kemény keverék, egy középkemény, egy puha és egy extra puha, egy super soft, és a vizes abroncsunk pedig van egy elkülönülő. 17, 16, 15, 14 szal esetében pedig van háromféle száraz felületre javasolt és egy vizes felületre. Így vágtok neki, hogy a futamgyőzelem a cél? Mindenképp így vágunk neki. Én nagyon szeretem ezeket a fehérvári pályákat. Régóta versenyzünk már rajta. Azt mondhatom, hogy is ismerjük. Hogy itt ami nagy kérdés lehet, hogy ha leesik az eső vasárnap, az felbojdít mindent. A címvédő Vince Ferenc által használt Skoda Fabia mellett beszélgettünk Fischer Danival, az autó tulajdonosával. A jelenlegi helyzetben ugye elég régóta benne vagyok ebbe a sportba, és eléggé szerintem jól belelátunk mi is. Én úgy gondolom, hogy azért ez most nagyon kemény meccs, nagyon nagy a nyomás, ráadásul nagyon szeretné mindenki, mi is mindent, ők is mindent megtesznek. Egyértelmű, mindenki azt szeretné, ha nyernénk. Én azt szeretném, hogy épségben egy jó eredménnyel egy dobogon tudjunk végezni, ne legyen probléma, ne hibázzon se ő, semmi, se az autó. Én azzal teljesen elégedett lennénk, mivel hogy most elvileg a Ferkóék vezetik a bajnokságot, ezáltal nekünk nagyon jól jönne, hogyha nem lenne hatodik. A rajtot követően Velencei Ádám ragadta magához a kezdeményezést, mert megnyerte az első két szakaszt. De Nagyvelegen a jó abroncs választásnak köszönhetően Turán Frici brillírozott. Nem tudsz okos lenni. Velencei Ádám ezzel utalt arra, ha a szervízben száraz az idő,
az nem egyenlő azzal, hogy a gyorsasági szakaszon is csapadékmentes. Sőt, épp ezért nehéz jó abroncsot választani a változékony körülmények közt. Az a gyors lesz a sorsdöntő, amin épp esik az eső, mert láthattuk, hogy nagy velegen, ahol alapból tizedek szoktak dönteni, most akár 20 másodpercet is veszíthet az, aki más gumitaktikán van. Mondta az első kör után harmadik, Vince Ferenc. Hát megint egy olyan lutri verseny igazából, mint ami volt a Salgó is, hogy nem tudott kiszámítani az időjárást, hogy most milyen gumit rakjál föl. Mi felraktunk 4 slicket, meg 2 intermédia pótkereket. Le tudtunk menni a 4 slickkel, csak csepegett az eső, az első 1-2 gyorson, néhány részén, nem mindenhol. Aztán a harmadik gyors pedig elég nedves volt. Oda felraktuk előre a 2 intermédiát, de sosem mentem még így a kocsival, és amúgy nem volt szerintem túl jó ötlet, mert a hátulja annyira instabil lett ezáltal, hogy ott maradt a slick, hogy nagyon sokszor vezethetetlenül megcsúszott a hátulja, ezáltal nagyon óvatosan jöttünk, és ott annyi másodpercet kaptunk, hogy ahogy így visszaszorultunk a harmadik helyre. A címvédő mögött 3,2 másodperc lemaradással Hadik András volt a negyedik, akit csapattársa Balog János követett az ötödik pozícióban. Az első gyorsaságon ismerkedtünk a körülményekkel, a beállításainkat néztük, hogy mennyire jól működnek, mennyire tudjuk fölvenni a ritmust. Nem voltam elégedett azzal, ami történt az autóban azon a gyorsaságon. Kicsit bizonytalanná váltam emiatt a gyors részeken. És akkor a második gyorsaságra állítottunk rajta, és igazából ennyi volt, ami értékelhető volt az első körben, mert a harmadik gyorsaság ez gyakorlatilag onnantól kezdve egy ilyen, hát nem túlélésre, de egy ilyen nagyon nehéz körülményre. Ott ki kellett nyitni minden érzékszervünket arra vonatkozóan, hogy le tudjunk találni. Így a második gyorságnak is azért ugye az első harmad az arról szólt, főleg a nagy tempójú részeken, hogy azt néztem, hogy most akkor mennyire jó az a változás, amit csináltunk az autón, és utána bírtam egy picit úgy bátrabban menni. Ez most ennyire volt jó. A harmadik Hadik Rally Team által felkészített fordal Bodolai László volt a hetedik. De a miskolci pilóta, behagyva a szervízbe, pontosan tudta, hogy egy időbüntetés miatt ismét ideje korán kénytelen lesz kiszállni a top 5-ért folytatott csapából. Hát igen, most majd a következő percben eldöntjük, hogy akkor mi legyen, beadunk nyilván valamit, hogy van-e értelme menni tovább, nem tudom. Érzésre jó volt egyébként ez az első kör. Megpróbáljuk felépíteni újra magunkban az optimizmust, és akkor valószínűleg megyünk tovább. Szerintem itt nem tudta senki eltalálni a gumit, mi szárazon voltunk kint, de hát az első gyorson már 5-6 kilométert ment teljesen az ablattörlő, annyira esett az eső. Csúszkáltunk is, úgyhogy ezért jöttünk egy biztonsági az első két körön, vagy két gyorson. Igazából a harmadik azt tudtuk, hogy csúszik, de azt egész jól lehoztuk egy egész jó 4.-5. idővel, ott jöttünk is fel abszolútba. Nem tudom, meglátjuk a következő körre is, ilyen esik, nem esik lesz. Mi szerintem szárazzal megyünk ki, hogyha kimegyünk, próbálkozunk. Pap Tamás, Osváth Péter navigátora találóan egy mondatban összefoglalta az első körüket. Reggel gondoltuk, hogy kimegyünk 7 plusszal. Az első kettő amúgy gumiválasztás annyira nem volt rossz, csak valamire hátulja nem melegszik meg rendesen. Ugye a nagy velegen reggel esett, és hát ömlött. Viszont fúj a szél, úgyhogy az ugye elkezdett foltokba felszáradni. Akkor ugye felhagytuk a gumikat, nem variáltunk, vagy hát nyilván variált, mert mindig variálunk, de úgy döntöttük, hogy hagyjuk így, ahogy van. Tudod, szokásos, és hát így botorkáltunk, tényleg. Tényleg így botorkáltunk, mert én botosztom az első féktávon, mindjárt megijesztettük magunkat, az első lassan mindjárt megijesztettük magunkat, és onnantól csak úgy tényleg lebotorkáltunk. Az UEC-ben szoros csata alakult ki a Rongics, Bacsa, Gyarmati trió közt. 3 szakasz után a bajnokság illovasa 2,4 másodperccel vezetett fiatal kihívója előtt. Igazából nem mondhatom, hogy elégedetlenek vagyunk, hiszen helyjel közel beletaláltunk a gumi taktikába. Talán az utolsó gyorsan jobb lett volna valami vizes vagy intermédia, mert ez tényleg nagyon csúszott ez a fehér aszfalt. De a többi az rendben volt. Az első gyorsági felén én megütöttem egy kátyúba a bal elejét, és onnantól kezdve egy picit olyan kóvályogos lett a futómű. És nem szeretem, amikor nem érzem 100%-osan az autót magam alatt, és onnantól egy picit bizonytalan voltam talán, de ezt leszámítva azt gondolom, hogy ez a kör ez úgy jól sikerült. Ugyanakkor jól mutatja a Berettyóújfalui pilóta tempóját, a nagy velegen futott nagy abszolút második idő. Igazából semmi extrát nem vállaltunk a pályán, próbáltam nagyon pontosan menni, valamint az utolsó gyorsasági előtt kaptunk egy olyan infót, hogy nedves a pálya, és úgy gondoltam, hogy erre a fehér aszfaltra egy
egy esőgumi, az csak jól lehet. Kicsit visszaidézte a, úgymond a régmúltat, a zsigulis korszakot, hogy sokkal többet csúszkáltunk, mentünk keresztbe, sokkal többet járt a hátulja, de élveztem. Oda kellett figyelni, pontosan kellett rajta menni, mi is meglepődtünk egy kicsit. Gyarmati Ariel az első körben minden alkalommal pont ellentétesen gumizott, mint ahogy azt a körülmények megkívánták volna. Hát nagyon nehéz volt az első kör, gyakorlatilag hazárdírozás volt, senki sem tudta, milyen gumit rakjon fel. Hát elindultunk úgy, hogy hátul nyitott vizes intermédia gumi volt, elő pedig slick, és két intermék volt velünk tartalékba. Az az információ volt, hogy egész száraz az első gyorsasági, tehát ez így nagyjából jó lesz. De hát 3 kilométerre rajta előtt még mindig szakadt az eső, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ott az esőbe kicseréljük az első slickeket gyorsan a két intermédiára. Úgyhogy vizes gumikkal mentünk, de hát amire odaértünk, a rajt volt, már csak csöpögött az eső, és egy 3 kilométer még csöpögött, utána száraz volt, tehát nem igazán vált be ez a dolog. A kettes gyorsról is az információ jött, hogy száraz, akkor oda visszaraktuk a slickeket előre, de hát így, hogy hátul intermédia volt megnyitva, elő meg slick, így azért viccesen viselkedik az autó, nagyon megy a hátulja, nagyon hamar elmelegszik. Úgyhogy hát ott is inkább csak így az úton próbáltunk maradni. Műsorunk támogatója a Csokimax Magyarország Kft. A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés. Rally Café magazin támogató partnere a Tahográf Control Kft. Német Gábor és Adorján Szabolcs tudatosan lassabban kezdett, mint riválisaik, aztán nagy belegen átvették a vezetést a Peugeot kupában. Tábori Ákos ellentétes utat járt be Német Gáborhoz képest. A miskolci pilóta a harmadik nedves gyorson veszített sokat a kategória társaival szemben. Most is azt gondoltuk, hogy felveszünk egy jó kis tempót, és mi abban szerettünk volna végigautózni. Az időjárás egy kicsit közbeszólt. Ugye a szakasznak az egyik felén ott nagyon óvatosan kell menni, a másik felén ott már lehet élvezetesebben autózni. Az első szakaszt sikerült is nyernünk, a másodikon kaptunk egy pár másodpercet, de még mindig az első helyen voltunk. A harmadikon viszont vizes volt a pálya, ami közepes gumival voltunk kint. Nagyon sokat kaptunk. Maricek Miki csak egy árnyalattal lépett később a fékre nagyvelegen a második lassító előtt, aminek eredményeképp a harmadikról az utolsó helyig csúszott vissza a Peugeot kupában. Tudom 20 év óta, hogy a nagyvelegi gyorsaságén a második lassító előtt az aszfalt egy picit meg van gyűrve, és hogyha nagyon beengedett féktávon nem fog megállni, mert elpattog a kerék. De én beengedtem. És ráadásul nem az volt, hogy összeborítottuk a lassítót, hanem beszorult egy gumi az autó alá, és nem tudott kijönni alóla, úgyhogy úgy kellett kirángatnunk a gumit a gyorsaságén belül. És sajnos mire visszaszálltunk, mire bekötöttük magunkat, és ugye utána már nem tudsz olyan gyorsan jönni, mert nem válasz annyit, de nem is értem. Tehát megmondom őszintén a kedves nézőknek, meg neked, hogy nem értem, hogy ennyire hülye, hogy lehetek, mert tényleg ott még a navigátor is bemondta a Robi, hogy jó, kicsit hagyjak hosszabb féktávot. Kondela Péter is pont abban a lassítóban hibázott, mint Maricek Miki. Az R3-as Honda baleneje bánta a reggeli kalandot. Így azt mondom, az első gyors az rendben volt, hát a másodikat nagyon nem éreztem, tehát annyira nem tudom, az már az ötödik kanyarban mondtam, hogy ez nincs meg ez a gyorsasági, az látszott az időeredményünkön is. Hát a nagy velegen meg azon ritka alkalmak egyike volt, hogy kalandoztunk. A második lassít előtti féktávon, hát jóval azelőtt fékeztem, mint ahol kellett volna, de még így is alig lassult a lassítóig, úgyhogy másodikig tudtam visszalassítani. Aztán hát úgy gondoltam, hogy a harmadik gumisort azt nem kéne ellökni onnan, úgyhogy balról ki akartam kerülni, de azt nem figyeltem, hogy csak a fűmagas, az árok az mély,
úgyhogy bal elejével sikerült beesnünk. A futam előtt a 10. pozíció környékére várta magát Kovács Anti, de a nap első felében elszenvedett szervóhiba miatt komoly perceket veszített a fordos versenyző. Hát igen, egyébként nagyon tetszik az a pálya, csak megmondom őszintén, hogy ezek annyira gyors pályák, hogy itt ennél sokkal többet kellene felkészülni, és nyilván a leggyorsabb részegen kicsit elcsipegetjük a gázt, az azért hatalmas hátrányt tud összehozni. Úgyhogy meglepően ez a nagy velek sikerült a legjobban. Talán ez meg a csúszósága miatt feküdt egy kicsit jobban nekünk, de vonalvezetése meg élményre én azt mondom, hogy ez a csák, vagy kőhányás, vagy mit én most, hogy hívják, ami a vége a klasszik csákberénynek, az tetszik a legjobban. Az még kell egy kis idő, hogy ezen most jól menjünk. Ugye keveset is mentünk idén, halmozottan hátrányosak vagyunk, mondjuk így. A 7. gyorson velencei, míg a 8. addig repesztette a legjobb időt. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy Turán simán beosztja az előnyt, és megnyeri a bajnokság 4. fordulóját. Most nem így történt, mert Velencei Ádám a leereszkedő sötétben olyan tempóban száguldott végig az oroszlányi szakaszon, hogy nem volt pardon. A 28 esztendős széchenyi sofőr a 6. rally egyes szezonjában megszerezte az első futam győzelmét. Fú, egyszerűen el sem hiszem még, tényleg hosszas út vezetett idáig, tényleg ahonnan indultunk, és most itt vagyunk úgymond az első ilyen, egyszerűen hihetetlen, meg annyi ember munkája van benne, hogy tényleg ez úton is köszönöm neki. Ennek ellenére az egri hibánkat követően értékes pontokat gyűjtöttünk, mondta a Vértes Rally céljában Turán Frici. Nyilván egy picit lehet, hogy jöhettünk volna gyorsabban, vagy kockáztathattunk volna gyorsabban, vagy többet, de én mindenképpen azt tartottam szem előtt, hogy nekünk nem lehet most nulláznunk. Hadikék számára a 4. futamon begyűjtött bronz felér egy győzelemmel, hisz a Vértes előtt 2 héttel kis túlzással egy épp elem sem volt a Jukkobányán megsemmisített MK2-esen. Az elején egy kicsit azért óvatos voltam, és valószínűleg ennek köszönhető ez a lemaradás. De alapvetően én úgy gondolom, hogy egy jó verseny volt. Én úgy gondolom, hogy 4-en itt az elején, itt nagyon komolyan autózunk, nagyon gyorsan próbálunk menni, és hát ugye remélem, hogy a nézők is élvezik ezt a dolgot. Úgy terveztük azért, hogy ettől jobb eredményt érünk el, de ettől függetlenül örülünk ennek a dolognak, hogy 3. lettünk. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt hetekből kiindulva ez is egy jó eredmény. A Vince Bacigal kettős kemény keverékeken vágott neki az utolsó körnek, ami rossz döntésnek bizonyult. A Salgó rally után ismét a top 5-ben zárt a csomós, nagy kettős. Ráadásul a lobogós Fejér megyei pályákon Mixiék begyűjtötték pályafutásuk első rally 1-es szakasz győzelmét. Építkezünk, jó volt a forddal menni. Ezeken a gyors pályákon finoman feszegettük a határokat, nem hibáztunk, úgyhogy hasznos verseny volt, mondta a 6. helyen finiselő Balog János. Érzésre nagyon jó volt most a kocsival menni. Én úgy érzem, hogy elkaptunk egy irányt, és azt építgetjük. Azért ezek nagyon gyors pályák, és itt egy pici bambuláshoz végzetes tud lenni. Apránként feszegettük azt a kis ládikát, és így nagyon finoman próbáltunk. Olyan helyeken elmentünk gyakorlatilag padlógázzal, amit eddig nem tudtunk megcsinálni, és jó érzés a kocsival menni, ez időeredményben még nyilván még építkezni kell ezzel kapcsolatosan, de most úgy azt mondom, hogy komoly hibánk nem volt a verseny során. A 11-ről végül a 8. pozícióig lépkedett előre a Balatonfüredi verseny. Szóval próbáltunk ugye fölkapaszkodni, de ugye tudomásul kell venni, hogy mindenki gyorsul, tehát nem úgy van, hogy most nekiállunk gyorsulni, és akkor majd mi gyorsulunk a többiekhez képest. Nem, pontosan ugyanannyit gyorsultak, mint amennyit mi próbáltunk, vagy még valaki nyilván többet is, az eleje főleg többet, csak akikkel mi akarunk küzdeni, akkor úgy mondom. És sajnos az se csökkent, hanem hát jó, persze 10-valányadik voltunk az első kor után, de gyorsan, mindjárt az első gyorson visszakerültünk nagyjából, hogy tudtunk hozni, amit nagyjából akartunk, de aztán nagyjából a végére maradt, hiába tettünk új gumit, meg mindennel próbálkoztunk, hogy egy pótkerékkel megyünk, meg minden kevesebb üzemanyaggal, meg minden nem jöttek az eredmények. A sportban ismeretlen fogalom a ha és a de. Ettől függetlenül Bodolai László azzal vigasztalódhatott, hogy ha nincs a 2 perc büntetése a korai érkezésért, akkor a 7. helyen zárja a Vértes rallit. Jó ritmussal tudtunk végigmenni, az autó kacmentes, hoztuk a 6.-7. helyet végig, úgyhogy azt gondolom, hogy elértük azt, amiért jöttünk. Nagyon sokat tanultunk az autóról, és ezt tudjuk majd felhasználni a következő versenyre. Az OB keretein belül abszolút az első 5-be szeretnénk menni, az valamilyen szinten nekünk hazai pálya, én szeretem azokat a
gyorsaságokat. Eddig még az elmúlt két versenyen nem sikerült, mindig közben jött az első gyorságin valami nekünk, ami egy nem várt esemény volt. Úgyhogy tartozik nekünk a Nyíregyháza, most megpróbáljuk azért elkérni tőle. A szervó hiba alapvetően meghatározta Kovács Antal versenyét, mint mondta, a második körtől kezdve nem volt hova sietnie. Egyébként összességében talán az egész verseny kevesebb felhordás volt, mint amire számítottam, tehát utoljára itt mentünk, akkor ugye még egybe volt az a Csákberényi gyorsaság, és akkor nagyon sodrósak voltak. Én most nem éreztem ezt ilyen részesnek, nem mentünk elég gyorsan hozzá, hogy ebből probléma legyen, de valóban, mikor harmadszor, negyedszer kell menni egy gyorsaságén, akkor általában kisebbek, de mint látod, azért a végén még valaki tudott itt újítani, és meg is nyerte a versenyt ezen a gyorsaságén, úgyhogy lehet itt javulni még. Az URC-ben Rongics Attila és Hannus László megszerezte idénbeli második győzelmét. Így van, nagyon melós dolog volt, tényleg a nap elején ez a gumimizéria, hol esik, hol nem esik, mentünk vizes pályán, slickkel, az nem volt egy nagy élmény, de összességében jól választottunk szerintem a broncsot, és tényleg egy igazi ízig-véri rally volt, nagyon jó meccseket folytattunk itt a többiekkel. Az URC kétszeres bajnoka Gyarmati Ariel sok ponttal a tarsolyában térhetett haza. Hát a második körtől fogva ugye száraz volt, úgyhogy a gumikkal nem nagyon volt kérdés, slickek ment mindenki, és szerintem az, hogy jó is volt. Hát nagyon örülünk, hogy itt vagyunk a célban, ugye a második helyen nagyon sok pontot tudtunk szerezni, de borzalmasan nehéz és hosszú verseny volt. A Bacsa, Hanyi duó számára sokkal több volt a vértes rallyban, mint az ORC abszolút hetedik helye. Gondolom, hogy ezzel tudjuk magunkat vigasztalni, hogy voltak azért a mai nap folyamán jó részeredmények, amikkel nem azt mondom, hogy elégedettek vagyunk, de nyilván nem dőlünk hátra. Van még nagyon sok dolgot, amit meg kell tanuljunk itt ebben a sportban, ezt szeretnénk majd idővel elsajátítani. Az EC4 kategóriában Sauer Gergő triplázott, ami azért nagy bravúr, mert a Bohácsi pilóta 30 másodperc büntetéssel együtt is maga mögé tudta utasítani László Martint. Kondella Péter annak ellenére célba vitte a Hondát, hogy az utolsó gyorsaságikat lötyögő fékpedállal kellett teljesítenie. Örülünk neki, hogy itt vagyunk. Az utolsó két gyorsasági már nagyon nem hiányzott. A fémes kattanást hallottam a fékpedáltól, és elkezdett lötyögni minden irányba. Úgyhogy valójában itt csak tényleg legurultunk, nem akartunk semmit kockáztatni. Nekem az oroszlányi gyors tetszett a legjobban, valahogy az áll a legközelebb hozzám. Ott magunkhoz képest jót is tudtunk autózni. A másik kettőnek inkább a vége, ahol kanyarodni kellett, ott volt egy kicsit jobb az élmény. De úgy összességében azt gondolom, hogy jól zártuk ezt a hétvégét. A bajnokság a harmadik Nyíregyháza rallival folytatódik, november 6-a és 8-a között, ami a Rally Európa bajnokság negyedik futama is lesz egyben. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük!